Farkas Éva Erzsébet polgármester kiemelte, az idei európai parlamenti választás sorsdöntő lesz Európának, Magyarországnak és Makónak is. Fontos lesz abban a tekintetben, hogy a bevándorlást pártoló vagy a bevándorlást ellenző képviselők lesznek-e többségben az Európai Parlamentben. Több mint 1000 éves múltunkra visszatekintve a magyarok mindig megvédték magyarságukat itt a Kárpát-medencében. Különös tekintettel, ha most arra tekintünk, hogy 320. évfordulóját éppen ebben az évben ünnepli Makó városa a törökdúlást követő újjátelepülésnek, akkor elmondhatjuk, hogy ott is mindig a makóiak a magyarság érdekét képviselte ez a település is, és nekünk kései utódoknak úgy gondolom, hogy talán az egyik legfontosabb döntése lesz a május 26-ai európai parlamenti választás. Európa védelmét fogjuk úgy gondolom ezen a napon eldönteni, Magyarország sorsát és Makó további jövőjét. Ezért arra kérek mindenkit, hogy ezen a napon, amennyiben teheti, negyed órát szálljon arra, hogy erre a választásra menjen el, és a megfelelő helyre húzza be majd az X-et. A város polgármestere mindemellett azt is elmondta, egy felmérés szerint az unióban élő állampolgárok mintegy 60%-a valós veszélynek tartja a tömeges bevándorlást, amely szerintük a nemzetállamok gazdaságára is rossz hatással lehet. Stábunk kíváncsi volt, vajon a makóiak mit gondolnak az európai parlamenti választásról és annak tétjéről. Ez egy olyan határon átnyúló, egész Európára vonatkozó választás, amiben nem mindegy, hogy milyen állást fogunk foglalni. Egy olyan állást foglalunk, amelybe egy beláthatatlan veszélyeket rejtegető jövő, vagy pedig egy olyan, ami az úgynevezett konzervatív, a kitaposott úton haladó Európa valósulhat meg. Abból a szempontból fontos, hogy hát megőrizzük a magyarságunkat, megvédjük a kereszténységünket, és olyan demokrácia legyen, hogy minden magyar ember tisztességesen éljen benne. A választás magyarországi időpontját május 26-ára tűzte ki Áder János köztársasági elnök. Az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók az értesítőkben megtalálhatóak, melyet már készhez kapott minden választásra jogosult állampolgár.